A legkülönbözőbb civil szervezetek képviselői vannak jelen, körülbelül 15-en. Vannak köztük kisebb szervezetek, például a nyugdíjasok szervezete, és vannak olyan ismert nagy szervezetek is, mint mondjuk például a TASZ vagy az Ökotárs Alapítvány. Nem tudom megmondani, kitől kaptak belépési lehetőséget. Minden esetre szeretném közölni, hogy most ki fogok adni a bizottsági ülés végén egy bizottsági elnöki utasítást, aminek következtében egy bizottsági ülésre összesen 3 vendéget tudunk fogadni. A parlamenti bizottsági ülések nyilvánosak a törvény szerint. Valamennyien kértünk a szabályoknak megfelelően a bizottság titkárságán belépőt a tegnapi nap folyamán. Mindannyiunkat egyformán nevetséges módon helyi hiányra való hivatkozással elutasítottak. Ezután kénytelenek voltunk egyéni parlamenti képviselő segítségét kérni. Azt lehet tudni, hogy kikét? Szél Bernadettét. Egy órával a bizottsági ülés megkezdése előtt kell bejelenteni, hogyha bármilyen szemléltetést kívánnak tenni. Hogy már ezt a hölgyet? Ezt a cirkusz csinálják. A neve szíja képviselni. Nem jártál iskolába, nem nevelt meg az édesanyját. Szerintem nyugodtan tárgyaltjuk, mert ők nem fognak kimenni és provokálják a bizottságot, tehát semmi baj. Az őrség, akiknek hatósági jogkörük van, ők fogják a rendet megállítani. Láncoljátok oda magatokat a radiátorhoz például. Lévő, hogy a renitens emberek miatt nem tolhatok ki a képviselőkkel, a bizottsági ülés 12 órakor fogjuk folytatni. Uram, amikor vita van egy parlamenti bizottsági ülésben, az LMP-s Szél Bernadett, vagy a Szabó Tímé állandóan a női mi volt a mögé bújik. Kérem szépen, valaki bejön a parlament és politizál, akkor egyenlő fegyverekkel harcoljunk. Szabó Bernadett szerint, vagy Szél Bernadett szerint szexista macsó vagyok, meg mit tudom, hogy miket állít róla. Tehát. És ezek szerint akkor ők már nem hölgyek. De hölgyek, de ugyanolyan országgyűlési képviselő, mint én szerintem, nem? Szerint miért vannak itt tiltakozni ezek a... Hát ez egy demokrácia része, hát engem nem zavar, én felülön tárgyalhatjuk a előterjesztést. A civil törvény egyébként rendben van, képviselő? Vannak hozzá módosítások, ezt akarjuk megvitatni, hát most nem azért vagyunk itt. Van. De alapvetően ön egyetért az a... Az alapkoncepció, mert megvitatjuk, alapkoncepció. Én, Budai Gyula, országgyűlési képviselő, miért vagyok köteles minden évben vagyonnyilatkozatot adni, elszámolni mindennel? Ők miért nem? Mi a különbség köztem és köztük? Nem csak arról van szó, hogy megbélyegzik a civil szervezeteket, hogy be kell számolni a civil szervezeteknek. Egyébként teljesen idióta módon, hiszen már most is beszámolnak, most is átlátható a működés. Akkor mi a baj? Pontosan tudjuk, mindjárt elmondom képviselőtársam, hogy mi a baj. Az a baj, hogy ezzel azt érik el, hogy ezek a civil szervezetek tönkre mennek, és nem fogják ellátni azt a társadalmi feladatukat, céljukat, amire ők hivatottak. A most parlament által tárgyalt törvénynek a célja és lényege látható módon a kormánytól független, valamilyen érdeket érvényesítő, közügyekben felszóló civil szervezeteknek a megbélyegzése és az ellehetetlenítése, hiszen ez a törvény bevezetne egy új címkét, külföldről támogatott szervezet címkéjét, amelyet minden szervezetnek, amely évente 7,2 millió forintnál több támogatást kap, bármilyen külföldi forrásban legyen az magánszemély, szervezet vagy kormányzat, ezt fel kell tüntetnie valamennyi kiadványán, honlapján, és regisztrálnia kell ilyenként a bíróságon. A kormányzati kommunikációval párosulva látható, hogy ez arra irányul, hogy ezeket a megbélyegzett, felcímkézett szervezeteket le lehessen járatni és hitelteleníteni a közvélemény és a támogatók szemében, holott ezek a szervezetek a külföldi források felhasználásával a magyar társadalom közjó, a magyar polgárok érdekében dolgoznak.